Ső mindenkinek! Ö, megy, megy, megy már! T Ső mindenkinek, biztosan megy! Mai alkalommal jön a főpróba, kipróbálom, hogy ez a játék szakszerűen működik-e twitch körülmények között. Kiderült, hogy kicsit mások az OBS beállításai, bitráta tekintetében a twitch mint a YouTube esetében, és körülnézünk kicsit ebben a játékban, hogy ez hatást gyakorol-e rá. Ugye twitch valamiért csak 3000 kB per szekundummal lehet szórni az igét az internetre, YouTube-on ez szám felszokott szökni. Tízezerig is, mármint hát ilyen beállítások mellett toktam meg a játszogatást. És ellenőriznünk kell ebben a játékban, hogy vajon, hogyha itt utazgatok egy galaxisban, akkor szét, szét pusztul e a kép a nagy sebességek miatt. Itt nagyobb, mint, mint fénysebességnél is nagyobb sebességekkel szokás közlekedni. Úgyhogy... Van hang? Rendkívüli time vagyok, van hang, és akkor nézzük meg, hogy mennyire kockásodik szét a, szét a kép. Hogyha most így egy, most egy uh, sima ellipszi, elliptikus galaxisban vagyok, és csillagok között utazgatok, szépen felgyorsulunk, hogy lássam a kockákat. nagyon gyorsan megyünk, mint a Han szóló a Star Wars-ban. kockásodik a kép, de ez egy, ez egy rossz pont, sajnos a, a Twitch beállításoknak ugyanis nem biztos, hogy tudok nagyobb mennyiségű adatot küldeni. twitch a mindegy. És akkor most nézzük a főpróbát. A legnagyobb, legnagyobb kíváncsiságom arra irányul, hogy vajon le tudok-e szállni egy bolygóra anélkül, hogy a stream összeszarná magát. Válasszunk -e egy random, véletlenszerű csillagot. Egy galaxisban ez lesz az, ez egy sima kettős csillagrendszer. Mind a két csillagnak saját kis naprendszere van. Sőt, még a két központi csillagnak is van egy bolygója. <kül> És akkor nézzük meg, hogy mi történik, hogyha le akarok szállni egy bolygóra. Keresünk egy szimpatikus kőzetbolygót, bolygót, hogy az legyen felszíne. Mire rá tudom tenni a kis koszos lábaimat. Nézzük, hogy ez itt milyen bolygó lehet. Kis szaggatás, az most azért történt, szerintem, de ez még szerintem vállalható. Hát ez egy gyönyörű, ha, Szaturnuszhoz hasonló gyűrűvel rendelkező bolygó, kicsit kékes, mint az Uránuszunk, de <kül> megteszi. Szerintem válasszuk ki egyik holdját, ott egy holdja. Megpróbáljunk, megpróbáljunk leparkolni a bolygó felszínére, vagy volt felszínére és ellenőrzöm, hogy összeszarja el magát a stream. Ozt, azt, kell tapasztalnunk, vagy azt nem kéne tapasztalnunk, hogy elkezd, elkezd laggolni kegyetlen módon. Leszállás során kicsit csökkentem a sebességet. Hát, sajnos, sajnos a twitches téma sem oldotta meg maradéktalanul a problémát. Kicsit, kicsit akadozva érkezünk meg a bolygóra. lelassítom az időt, mert most már ilyen sebességeknél látható, hogy mozognak a zégi testek. Megpróbálunk leszállni erre a kráterre, és valószínűleg <kül> szétpusztul a stream. Leszállunk ide a kráter közepébe. Hát rendkívül akadozik sajnos, szóval ez, ez nem oldotta meg. Továbbra sem alkalmas a számítógépem, hogy kegyetlen kényelmesen rögzítsek videókat ezzel a játékkal. nem ugrik át a... <coughs> Már itt vagyok a, a, kráterben, amit jelenleg mutata a stream. Na, itt vagyok. Most betöltött. Csak hát ilyenkor, ilyenkor olyan szinten szaggat a dolog, hogy nem, nem nekem, tehát nekem nagyon folytonos flow élményem van, viszont stream az nem mindig jön át. Ott van a, ott van a az a tejút. Átjöttem egy szomszéd galaxisba, onnan figyeljük a, az otthonunkat. Milky Way. Az a Milky Way? Rányomtam erre a gombra? Nem. Ez mi a szar az a galaxis ott? Na hát szóval sajnos <coughs> nem vállalható ez a, ez a műsor így. Valamiért a Space Engine, mondjuk láttam, láttam olyan videóst, aki sokkal jobban intézte ezt a, mármint sokkal jobb számítógépen intézte ezt a játékot, Nála is voltak azért fennakadások, amikor, amikor földre, egy bolygóra kellett leszállni. Ez egy elliptikus galaxis. Viszonylag közel helyezkedik el. Tejútrendszer, ez, ez itt a tejútrendszer, igaz? Nem? Valamilyen nem tudok most kijelölni dolgokat. Sokat szarakszik egyébként a játék, szóval ez is még fejlesztési periódusban van. Nem mindig veszi be a parancsokat, meg. Hát, néha ilyen durva grafikai glitchek is szoktak lenni, úgyhogy uh, inkább csináljuk azt, hogy oda megyünk a tejúthoz. Végülis akkor ez volt a tejútrendszer, akkor fasza. Nehéz felismerni a galaxisokat. Voltak olyan fizikai elméletek, hogy az univerzum szerkezete az zárt. Hasonlóan zárt, mint mondjuk egy labdának a felszíne, hogyha a labdának a kétdimenziós felszínét tekintjük az univerzum háromdimenziós szerkezetének, és úgy néz ki egy zárt univerzum, hogy háromdimenziós a tér, de bármelyik irányba elindulsz, ha elég sokat mész egy, egy irányba, akkor szépen bejössz a hátad mögül. Tehát körbe lehet érni, mint egy labda felszínén. Volt régen, régen olyan elmélet, ami azt gondolta, hogy így néz ki az univerzum. És akkor ebben az esetben ugye olyan szituációt lehet tapasztalni, hogyha nagyon távolra tekintesz az univerzumban, akkor megláthatod a saját galaxisodat. Persze jóval régebben, tehát Ugye a fény az fénysebességgel halad, hogyha több millió fényévre tekintesz el, nem mondjuk ki tudja, hogy mekkora, mekkorának gondolták akkor az univerzumot a tudósok, akkor hosszú idő a még a fény megteszi ezt az utat. És akkor az a galaxis, amit látsz, ami valóban a te galaxisod, az igazából a te galaxisod csak nagyon régen akkor, hogyha nagyon jó távcsöved lenne, és láthatnád a bolygónak a felszínét is, meg hogy ott mit csinálnak az élőlények, akkor dinoszauruszokat láthatnál. Na, de hát sajnos közben kiderült, hogy a tudomány, az, vagy hát, a tudomány az. Kiderítette, hogy nagyjából nem ilyen az univerzum, hanem egy síkszerű univerzumban élünk, tehát nem zárt, hanem végtelen és nyitott. Azaz egy végtelen nagy univerzumban élünk. Ez itt egy csillagklaster. Vagy hogy hívják? G ö, hát ja, csillagklaster. Ezek a csillagok, ezek érdekes módon mind egy irányba haladnak. Tehát a csillagok általában szépen keringenek így egymás, vagy hát a galaxisnak a közepe körül. Szépen mindegyik megy egy valamilyen pályán. Ezek a, ezek a csillagklasterek ezek együtt mozognak. Valószínűleg egy anyagból alakultak ki. És ez a nagyobb kupac gázfelhő esett össze kis csillagokra. Ezek nagyon... Fényes csillagok, meg általában öreg csillagok is szoktak itt lenni. Vannak magyar tudósok egyébként a YouTube-on, akiket szoktam nézni. A kis László nagyon szeret foglalkozni a csillagklaszterekkel, meg az exobolygókkal. Remek videókat szokott csinálni az interneten. Vizsgáljunk meg egy random tetszőleges csillagot. Ott egy kis apróság. Érdekes, hogy kijelölök, kijelölök, ja, az nem is egy apróság, az ott valami random. Random galaxis van ott a háttérben. Na, ez itt viszont egy apróság. Ez egy, opá. Valamiért nem, nem jelzi ki most a, a jelölést, Ugye ez, ezt itt meg kell nyomni hozzá. Na, fasza, ezt meg, megnyomom itt, és akkor, akkor ez így van. Kijelöltem ezt a csillagot, ez egy, ide, van, ide vannak írva ilyen random adatok, amelyek <coughs> nekem csak nagyon keveset mondanak sajnos. Ez egy kettős csillagrendszer, és állásul vörös törpék alkotják. Ezek a napnál jóval kisebb tömegű csillagok, Jupiternél mondjuk néhány százszor nagyobbak. Azt lehet tudni ezekről, hogy a életidejük az jóval hosszabb is lehet, mint a mi napunk élete, ami kb. 10 milliárd évig van el. Ezek a kis vörös törpék akár Akár ezer milliárd évig is életben tudnak maradni, ilyet tudnak. Nézzük, hogy van-e. Nincs, nincs saját bolygórendszere ezeknek. Nézzük, hogy néz ki egy csillag szépen közelről, látszik rajta rengeteg nap volt. Ezek sokkal kisebb tömegű csillagok, és a csillagok tömege határozza meg azt, hogy mennyire magas a hőmérsékletük a magban, meg hogy egyáltalán milyen nagy hőmérsékleten sugároznak. Ki azt lehet mondani, hogy ezek ilyen vörös színben sugároznak, vagy a kisugárzott energia a vörös, a elektromágneses spektrum vörös tartományába sodródnak, és ugye akkor lehet beszélni a kék csillagokra, ami sokkal forróbbak. Sokkal nagyobb tömegű csillagok azok, azok sokkal forróbbak, mint a nap. Azt lehet tudni erről, itt vannak adatok, hogy ennek a tömege, ennek a csillagnak, ami ott van, annak kb. akkora, mint a napnak. Ennek a másiknak pedig Hát ez 25 a A tömege a mi Nézzük meg a mi napunkat. Kicsit legyünk otthonos környezetben. Hogy is van? De nézzük, hogy a program szerint hol helyezkedik el a nap a galaxisunkon belül. Nagyon szép planetáris ködöket lehet megfigyelni a galaxisban. Kicsit kizumolunk a galaxisból, jó? rápillantunk így a távolból. Tehát a program szerint, meg hát a tudomány jelenlegi állása szerint is, a csillagunk az nagyjából a galaxis külső peremvidékén helyezkedik el, tehát mint a tatuin kb. annyira vagyunk a, annyira vagyunk a galaktikus birodalom látókörében, szóval itt vagyunk kint, ez nagyon kellemes, ugyanis ott bent kicsit zord az élet, ott szupermasszív fekete lyukak vannak. Megnézzük azt is, lehet megnézni a szupermasszív fekete lyukat a közepén. Bele is lehet ugrani, az-e? Nem, beteg játék. Kicsit sajnálom, hogy twitch környezet nem oldotta meg a fájdalmait, hogy valamiért szaggat a stream tőle. Aprócska <kül> csillag a nap. Az még nem is, egy, nem is egy undorítóan nagy csillagszor. Vannak tízszer, százszor nagyobb csillagok is, mint a, mint a nap. Jelenleg még nyomát se látom, haladunk felé. Ott van. Itt lakunk. Nagyon vicces egyébként, mert ebben a játékban be lehet állítani azt, hogy valós csillagászati felfedezéseket mutasson, vagy pedig generáljon hozzá további dolgokat. Nézzünk? Nézzünk rá egy ilyen beállítása? Hol van az? Talán itt. <kül> Display. Grafika, ezek lehet, erről van szó, filter most be van állítva, hogy generált galaxisok meg csillagok is lehetnek, de meg lehet csinálni azt, hogy csak, csak rendes. Mondjuk a galaxisokat bekapcsolva hagyom, de nézzük, hogy mennyit fedezett fel az ember. Csillagokat kikapcsoltam, ami... Kikapcsolunk mindent, jó? Klasztereket is, meg minden hülyeséget egy pillanatra. Elvileg azok a csillagok, amelyeket most látunk, azok valós csillagászati adatok, amelyeket megvizsgáltak. Mindegyiknek van egy neve, rá lehet keresni a a Wikipédián ezekre a csillagokra, amiket láttunk. Itt már lehet látni, hogy itt már nem, ugye itt az előbb, hogyha be van kapcsolva, akkor rengeteg csillaggal találkoznánk. De most kikapcsoltam azokat, amik, uh, amiket nem láttak a tudósok, csak, csak uh, sejtik, hogy ennek így kell kinéznie. Itt látható, hogy most nem mutatja a csillagokat, itt most csak a galaktikus sport lehet látni, de nem jelennek meg csillagok azért, mert most csak a Megfigyelt csillagokat mutatja a játék, ezért nagyon penge. <kül> Gyorsan kapcsoljuk vissza, hogy mi változik. Szóval azt lehet tudni, hogy itt azért nem látunk csillagokat, mert mi ott vagyunk valahol a szomszédban, és nem látunk át teljesen a galaxison. Úgyhogy nincsenek adataink arról, hogy a galaxis szemközti oldalán lévő csillagokban ott mit csinálnak a, a csillagok. Nem látszanak egyszerűen. Visszakapcsolom ezeket. Itt most bekapcsolódik egy csomó csillag. Így néz ki, hogyha legenerálja. Tehát azért látszik, hogy több csillag van a galaxisban, mint amit jelenleg elnézést meg tudunk figyelni. Bekapcsolok mindenféle kacatot, mert azért szerettem a teljes képet látni. Spacecraft, az nem tudom mi, felhők, jó, az mindegy. Ezeket itt is lehet állítgatni pár, pár funkciót. Na, menjünk vissza a földre, és nézzük meg kicsit a bolygókat. Sajnos és ilyen szokványos látványosságokat fogunk látni, amelyek... Hát, na mindegy, szóval rohadtul hiányzik nekem az, hogy le tudjak szállni egy bolygóra, tehát az eszenciális nekem, mert én azt szeretem nagyon, hogy leszállok egy bolygóra, és akkor onnan vizsgálom az eget, hogy hogy néz ki az éjszaki égbolt, hogy lehet látni a galaxist egy másik bolygóról, milyen felmenni egy hegynek a tetejére, de ezt sajnos nem lehet megtenni. <coughs> De is büntetlenül nem. Na. Akkor gyorsan, most nem, nem lesz egy ilyen hosszú előadás már igazából, csak le, ki akartam próbálni, hogy mennyire működik a rendszer. Itt van a mi napunk, rápillantunk az közelről. Jelenleg nem tudom, nincs egy hete, kb. egy volt egy napkitörés. Be is jelentették, azt hiszem, egy vagy két hetet csütörtökön. Úgyhogy lehet, hogy pár elektromos berendezés egy pillanatra összeszarta magát, de Ugye miért, miért para a napkitörés? Mert ionizált töltött részecskék jönnek, ami mágneses teret is jelent, tehát a tő, mozgó töltött részecskék mágneses teret kerjesztenek maguk körül, és a mágneses tér a drótokban lévő elektronokat képes, képes megrángatni. Tehát hogyha egy vezeté, vezetékre mágneses teret piszkálsz, akkor mozog benne az elektron, és akkor áram halad benne, és akkor ez szokott rosszat tenni, hogy ilyen, Mágnes és impulzusok érik a elektromos berendezéseket, akkor elkezd mozgolódni benne az áram, és néha annyira mozgolódik benne az áram, hogy elégnek a vezetékek, és akkor tönkre megy egy-két dolog. Pár tranzisztor mondjuk a számítógépekben, vagy okostelefonokban. Na, így néz ki a, a nap. Egyébként a csillagfelszínére is le lehet szállni ám. Megint mindjárt összeszarja magát a stream, de nem baj. Azért leszállunk egy ilyen napfoltra, hogy az mégis milyen. Aj, oh, nagyon sajnálom, hogy nem tudom ezt csinálni. Még régebben, amikor még, mert most a Steam-en összerakták ezt a játékot ilyen nagyon betegre, de így néz ki a napról a naprendszer, felszínén állva. Szóval amióta Steam-en kirakták ezt a HD felújítást, meg megjelent a Steam-en a játék, szóval most már Steam-en is meg lehet venni. Azelőtt még volt egy, egy ilyen fejlesztői verzió, amit csak a fejlesztők weboldaláról lehetett leszedni akkor még gond nélkül tudott menni a játék. Egy kicsit átírták a grafikai motorját valószínűleg, és akkor gond nélkül le tudott szállni a, le tudtam szállni egy csillag felszínére, és működött. Érdekes módon most is működik valamennyire. Jó, azért kísérlet ezek vele, mert most véletlenül, véletlenül működött. Mi a szar? Rengeteget próbálkoztam állítgatni a beállításokat, hogy leviszem a grafikát butusra, és akkor majd talán, talán nem szarja össze magát a gépem. De nem segít -e semmi. Na, akkor nézzük meg szépen sorban a bolygókat. Tehát akkor itt van ez a nap, ez, ez jó, és akkor rögtön bent van ott a Merkur. Lássuk egy kicsit a Merkurt, hogy ez mit vállal. Hát itt van a Merkur. Merkur az nagyon közel kering a csillaghoz kicsit emlékeztet a holdra. Felszíni hőmérséklet ennek a bolygónak az rengeteg, nem látom ott a cuccot. 124 fok van a felszínen, ez érdekes. Valamiért azt gondoltam, hogy kicsit több. De mindegy, ez elég közel van a naphoz, szóval kicsit lakhatatlan az emberek számára, mert nagyon meleg van ott, sok naptejre van szükség, nagyon közel van a, a nap. Valószínűleg egyébként nem tudom, kétszer akkorának látszan a nap az égen, a Merkurról, mint a Földről. Kicsit közelebb van. Akkor jön a Vénusz, a Vénusz az itt van, ez már a lakható, tartó, lakható zónában tartózkodik, tehát minden csillagnak van lakható zónája, természetesen, viszont itt pont jó lenne a hőmérséklet. Vénussal az az egy aprócska bökkenő van, hogy a felszínén valamiért nem volt elég víz, ennek hatására a víz nem tudta kimosni a széndiokszidot a légköréből, nem tudta kőzetekbe zárni, mint a földön, hogy karbonátokká meg mészkő hegységekké alakuljon a légkörben lévő széndiokszid, ezért kritikus állapotban lévő 92 atmoszféra nyomású széndiokszid atmoszférája van a Vénusznak, ami pofátlan nagy üvegházhatást okoz, tehát 514 fok a felszínen a hőmérséklet. ebben az állapotban a széndiokszid szuperkritikus állapot van. Csá, Pexi, hát te ide találtál. Indul a rock and roll. Természetesen. Nem tudom, hogy egyébként ebből rendszer csinálok-e, az volt a lényeg, hogy hamu pintyőke. Nem tudom, miről beszélsz. Szóval az volt a lényeg ennek a játéknak, hogy hát ha, vagy a Twitchnek, hogy hát ha energia hatékonyabban lehet streamelni, de nem biztos. Bár lehet. Na szóval hát ilyen körülmények között szuperkritikus állapotban van a széndiokszid, a szuperkritikus állapot az olyan, hogy olyan, mint a átmenet a gáz és a folyadék között. Nagyobb a sűrűsége, mint egy átlagos folyadéknak, viszont olyan kicsi a viszkozítása, mint egy gáznak, és ugyanolyan szabadon áramlik, mint egy gáz. Analitikai módszerekben, meg preparatív módszerekben szokás szuperkritikus széndiokszidot alkalmazni, például koffeinmentesíteni, vagy nikotinmentesíteni cigarettát, vagy, vagy a, kávét koffein mentesíteni. Na mindegy, szóval ez azért lakhatatlan, tehát lakható lenne a Vénusz, csak sajnos nem volt rajta elég víz, hogy kimossa a széndiokszidot légköréből, és akkor így most üvegházhatás van ott. Úgyhogy ez, szivacs, elég, elég. Ráadásul hallottam olyan dolgokat, hogy kénysavat is találtak a légkörében, ami árt az arcbőrnek. Jó, akkor <kül> jöhet a következő bolygó, ez lehet, hogy ismerős lesz, és otthonosan fogjuk érezni magunkat, megpróbálunk leszállni rá rögtön itt van egy ismert, ismerősnek tűnő két égi test, szép kékes árnyalata van ott az egyiknek. Hát itt van a, itt van a föld és a hold. Látszik, hogy milyen rohadtul távol van. Tehát itt van a föld, aprócska a kis jószág, és akkor ott van mellette rohadt nagy távolságban a hold, ami még, még kis jószág. És akkor ugye most arról van szó, hogy felőtték, a, hogy is hívják ott, vagy hívják azt a űrtávsőt cuccot? Jó reggelt, kihányok. Na szóval fellőtték azt az űrtávcső cuccot, hogy is hívják? Hogy hívják azt az űrtávcsőt, amit fellőttek most? Nagyon. Szóval, na, na mindegy, James Webb űrtávcső, ja. Na és azt a földnek az egyik Lagrange pontjába küldték, ami nagyjából itt helyezkedik el, szóval valahol itt van. Itt kering valahol a James Webb űrtávcső. Nem tudom pontosan az arányokat, lehet, hogy még messzebb, de... Itt röpköd valahogy az űrt, valahol az űrtávcső. Itt van tök messze, még a holtól is kijebb. Nézzük, hogy az űrtáv... ha én lennék a James Webb űrtávcső, akkor mit látnék? Kikapcsolom ezeket a zöld cuccokat, hogy lássam a cuccokat. Jó, hogy ne használják szó ismét lesz. Tehát ezt látja nagyjából a James Webb űrtávcső, űrtávcső, még lehet, hogy távolabb van. Ugye voltak ilyen viták azzal kapcsolatban, hogy miért kell rohadtul nagy ilyen hőpajzsokat építeni az űrtársőre, mert miért hold az nem tanki árnyék, olyan? Vagy mi a szar? Vagy ahogy a... Vagy lehet, hogy nem... Lehet, ne, nem is itt van, rosszul mondom, nem a holdhoz viszonyítva van, vagy a földnek a Lagrange pontjában van. Tehát igazából nem is itt van, hanem a túloldalon. Hülyeséget magyarázok. Valahogy csillag. Leveszett a nap. Szóval, szóval nem a hold, hold mögött van, hanem itt erre felé van. Mennyi megtalálom a helyemet. De nagyjából itt van a James Webb űrtávcső, ahol most ülünk. És hogy az volt a kérdés, hogy akkor hogy, hogy miért kell hőpajzsa az űrtávcsőre? Miért nem takarja el a föld a, na, a napot? Hát azért, mert aprócska a föld, és olyan messze van a, a távcső, hogy egyszerűen nem takarja ki a az a kis pöttyöcske ott nem takarja ki a napot, tehát kell, kell hőpaj sajnos. James űrteleszkóp, ja, jól tudod. Szóval, akkor ez a szituáció. Vizsgálgassuk meg a Földet. A Föld az kitűnően alkalmas az életre, én jól érzem magam itt. Van víz, jó a hőmérséklet, átlag hőmérséklet, az 12 fok az egész bolygón, ehhez 33 fokot tesz hozzá az üvegházhatás. Nem lenne, nem lenne kis széndiokszid, meg kis üvegház, meg víza a légkörben, akkor, akkor mínusz 20 fok lenne az átlag hőmérséklet. Tehát azt lehet mondani, hogy a, a Föld az már a lakható zónának a külső határán van, tehát itt már, azért hő, itt már azért alacsony a hőmérséklet ahhoz, hogy kényelmesen lehessen élni, üvegházhatású gázokra van szükség, hogy életben maradjunk. Meg persze kell még csomó minden, tehát kell, kell csomó minden, ami az életnek a feltétele, most nincs időnk felsorolni. Kijelölöm gyorsan a földet. És éppen az a durva ebben a játékban, hogy valós időt be lehet állítani, tehát most valós időre állítom, és valós időben haladunk, tehát most úgy van, ha megnyomom ezt a gombot, akkor úgy néz ki jelenleg a galaxis, vagy az egész univerzum jelenleg úgy néz ki, mint ahogy a valóságban megfigyelhető. Tehát most tényleg így helyezkednek el a bolygók. Ha most lenne egy szuper távcsöved, és tudnán nézegetni a bolygókat, akkor ezt látnád, pont itt állnak ezek a dolgok. Nagyon pontosan meg van csinálva. És akkor ugye persze lehet gyorsítani, és akkor itt keringenek is azért a bolygók, tehát azért lehet vizsgálgatni, de valós időben jelenleg ez történik. Mi a valós idő? Itt kiírja, hogy április 22, 6 óra. Egyet igazából nem 8 óra van fél 9, de lehet, hogy amerikai idő szerint nézi. Na mindegy, az a lényeg, hogy így nagyjából így néz ki. És ezt azért mondom, mert hogy vannak amatőr csillagászok, Kis László is szeret mesélni amatőr csillagászokról, akik szeretik nézni az eget, és az a durva, hogyha keresel valamit az égen, akkor ebben a játékban meg tudod találni. Kimész az erkére, felnézel, ott van. Szóval nagyon beteg. Na nézzük, hogy milyen halált nyom megint a stream, hogyha leszállok. Az a baj, hogy néha egy kicsit működik. Néha meg nem. Úgyhogy megnézzük szépen Magyarországot, jól látható már a Kárpát-medence. Ott van a Balaton. Leszállunk a Balatonhoz, nekem az egy jó tájékozódási pont lenni. Csizmacuc, Szép nagy Kárpát-medence, nagyon szépen meg van csinálva a játék, még a hegyeknek a csipkéit is lehet látni. Leszállunk tihanyra? Megnézzük a Balaton vizét? Most ellenőrizni kell, hogy a stream elkezd szaggatni, amikor ezt csinálja az ember, hogy így leszáll dolgokra, akkor, akkor azt nem szereti valamiért, de most tűrhető. Most egy kicsit gusztustalanná válik a kép, de mindjárt betolt, betölt a következő szint szerintem, vagy nem tudom, annyira nincs lemodellezve. De ja, hát azért nem, nem bárok olyan rohadt sokat, tehát itt van a fű. Leszálltunk a földre, Vaze. Ott van a hold, kinéznél az égen, akkor ott látnád a holdat, Vaze. Tényleg, tehát ez így működik. Lehet csillagászkodni, hogyha meg akarod találni a... Most jelenleg úgy tűnik, hogy fent van az égen, lehetne látni a Jupitert. Persze most nem van a nap az égen, úgyhogy kicsit nehéz látni a csillagokat, de... De ha, ha látnál valamit az égen, akkor ott látnád így néz neki, tehát ott van a, ott van a cucc, az ott a Jupiter, ott van mellette a Vénusz, egy, együtt vannak, tehát néha láthatna, láthatók egymás mellett ezek a dolgok, szóval ez, ez, természetes. Ott van a Hold, meg csomó minden. Lehet játszani, tehát halálpontos, tehát itt tudományos pontossággal van lemodellezve benne az égi testeknek a mozgása. Nincs fa. Hát ja, itt erdőírtás volt. Szóval elég pontos tudományos alapossága, merre kell menni, hogy a vizet lássuk. Megpróbálunk leszállni a vízbe. Úgy néz ki, hogy a vizet nem raktak a Balatonba. Ki van száradva a Balaton, sajnos? Nézzük meg, milyen éjszak a Balatonról a kilátás. Átpörgetjük a napot. Szóval azt akartam mondani, nagyon pontosan le van modellezve az égitestek mozgása ebben a játékban. Tehát lehet azzal játszogatni, hogy ha a héli üstököst, a héli üstököst az kb. 60 év múlva fog újra megjelenni Magyarországon, vagy Magyarországon, a bolygó közelében, rahagyjon meg. Szóval, és akkor meg lehet nézni, hogy hogy néz ki az, amikor átmegy az égen. Lehet látni, hogy merre kell nézni, meg hogy milyen csillagok mellett megy el. Tehát szépen szakszerűen lehet vizsgálgatni a héli üstököst is ebben a játékban. Na, lenyugvó napot, ha nézed, akkor szépen meglátod mellette rögtön a Merkurt. A Merkurt ezt úgy kell, <coughs> úgy kell vizsgálgatni, hogy napkeltekor, vagy napnyugtakor a csillag mellett van az égen. Ezt nagyon nehéz megfigyelni, mert várni kell, amíg a nap elhúz rendesen a horizont mögé, hogy elég sötét legyen a háttér, hogy kitűnjön a Merkurt. De egyébként a Merkur az ott van a nap mellett, így kell megtalálni elvileg elég nagy csillagászati te teljesítmény észrevenni. <kül> Na, menjünk egy kicsit bejebb az éjszakába. Miért rohadt durva? Mert való, valójában ugyanúgy néz ki a, az éjszakai égbolt, mint a valóságban. Tehát aki ismer ilyen éjszakai jelenségeket, az megpillanthatja meg a göncölszekeret, meg az ilyen dolgokat. Én a göncölszekér alapján tudok tájékozódni az éjszakai égbolton. Ki lehet szúrni, hogyha valaki ügyes. Próbálom kiszúrni. Nagyjából éjszak felé kéne nézni, csak most rá nincs nem iránytű. Ott van a göncöl szekér. Ugye jelenleg még egy kicsit máshogy áll, tehát a nyári égbolton, a nyári egy kicsit máshogy állnak a csillagok, mint most, úgyhogy ez, ez lehet, hogy okoz némi ilyen furcsaságot, hogy ilyen furán áll a göncöl szekér az égen. Ott van a göncölszekér. Hát hogy így kéne néznem. Tehát rendesen megfigyelhetsz csillagászati képeket az interneten, vagy, vagy, vagy itt a műsorban. Ráadásul itt még van egy ilyen gomb is, hogyha ezt megnyomom, vagy vagy ezt, vagy valamelyik ezt itt, akkor kirajzolja az égi, égi csillagképeket. Tehát ez a, nem tudom, a valamilyen nagy kutya csillagkép, vagy mi a tököm, és akkor itt van benne a göncölszekér dolog és akkor rendesen lehet követni a dolgokat, tehát nekem van egy ilyen általános hozzáállásom, hogyha a göncöl szekérnek, általában így szokott nekem állni a göncöl az égen, most valamiért valószínűleg a, a azért, mert tavasz van, én általában nyáron szoktam vizsgálni ezeket, akkor kicsit máshogy áll a göncöl szekér, na mindegy, ha ezt a két csillagát a göncöl szekérnek meghosszabbítod, akkor a sarkcsillagot kapod meg. Ott a sarkcsillag. csillag. Polaris elméletileg ez a csillag ez úgy működik, hogyha, hogy ez mindig egy helyben áll az égen. Tehát, hogyha arra nézel, akkor minden a körül forog. Felgyorsítom az időt, akkor minden a poláris körül forog. Ezért érdekes ez a csillag. Mert az vég egy helyben van. Minden csillag így forog maga körül, de a poláris az mindig ugyanott van. Mert pont a Földnek a forgás pont afelé a felé mutat. Hogyha a poláris körül keringenek a, a, csillagok, és hát ja, arra van éjszak. Úgyhogy faszán lehet csillagászkodni. Nézzük meg, hogy a világ... Nézzük, hogy belerakták-e már a... Hogy is hívják a világ legnagyobb csillagját, amit eddig tudja? Stephenson. Stephenson akármi. Ó, van valami száma is. Mindegy, akkor, akkor nézzük a UY Scootit. Az a, az a világ második legnagyobb csillagja, amit eddig felfedeztek az hol van? A, hol van az égen? Mi van, nem dobja ki? Ja, ez SCT. Ez a Scooty csillag, hát ez lehet, hogy nem látszik a erről a félgömről. Az ott, a, az ott a második legnagyobb ismert csillag. Hát alig látszik belőle valami. Né, menjünk, menjünk közelebb hozzá, hát akkor látjuk. Gyorsan csillagközi sebességre kapcsolunk. Jelenleg 52 fénysebességgel haladunk, ilyen sebesség, 167 fénysebességgel haladunk, még ilyen sebességgel sem lehet látni a csillagok mozgását az égen. 33 csillagászati egységet csillagászati egység per másodperces sebességgel kell haladni, és még akkor sem látszik semmi. A csillagászati egység az a Föld nap távolság, 150 millió kilométer és 8 fényperc. Ha egy fél fény, mi az? Fél fény év per másodperces sebességgel haladva, Cammogó csillagokat lehet tapasztalni, itt már enyhén érezhető, hogy azért haladunk. Három fény év per másodperces sebességgel haladva, hogyha lehetne ilyen sebességgel haladni, akkor látnád, ahogy a csillagok érzékeltően mozognak. De csak 21 fény év per másodperc, me megvan, hogy milyen számokról beszélünk? Fény év per másodperc. Fény az elég gyorsan halad, de <kül> 7 év alatt tenné meg azt a távolságot, amit most én egy másodperc alatt itt átugrok. mindegy, röpüljünk oda ahhoz a csillaghoz. Ez a második legnagyobb csillag, amit felfedeztek eddig a tudósok. Ez, ezt tartják a második legnagyobb csillagnak a világon. Ki van száradva, mert a dátum 2040. <laughs> 2040, hol látott te? Itt, itt 2022 van. Na itt van, -e, itt van ez a csillag. Ez egy hatalmas, hatalmas vörös óriás csillag valószínűleg már szilícium a tehát igazából bármilyen, néhány millió éven belül valószínűleg fel fog robbanni egy undorítóan egy szupernova robbanás keretei közt. Hogyha volt valaha élet az UY szkúti körül, mert ez igazából egy nem sokkal nagyobb csillag, tömege az az tízszer akkora, mint a napé. Tízszer akkora a tömege, mint a napé, tehát ebből szuper, szupernova lesz, valószínűleg feketejük marad vissza belőle, de mindegy, hogyha volt, ha volt élet ennek a csillagnak a rendszerében, akkor azt már régen elnyerte. Tehát akkor valószínűleg a belső naprendszerét azt már régen elnyelt ez a csillag. Ez egy hatalmas, nagy ilyen, szabálytalan, külsejű, laza szerkezetű gázóriás, vörösóriás csillag. Valószínűleg szilícium a téget, és néhány, milliárd, néhány millió év múlva. Megförmed. Nagyon szépek ezek a csillagok. Nézzünk, hogy néz neki az égbolt, ha leszállnánk egy bolygóra, ami itt van mellette. Ennek a bolygónak is 180 fok a felszíni hőmérséklete. Ráadásul ez egy Jupiter-szerű bolygó, kicsit kisebb a tömege, mint a Jupiternek, de ez egy gázóriás, elég nagy, elég nagy a felszíni hőmérséklete. Légkörét hidrogén, hélium és metán alkotja. Leszállunk egyik holdjára, hogy megnézzük, milyen a kilátás. Ez egy nagyon szabálytalan, aszteroida típusú bolygó, vagy hát ilyen holdacska. Hogy nézne innen ki a kilátás? Ezt szeretem róla túl a játékban, hogy le lehet szállni egy ilyen égi testre, és akkor itt hegyek vannak, és akkor itt lehet közlekedni. Így nézne ki a csillag, ha felnéznék az égre. Beszarás, nem? Tehát azért elég jó flash. Ezt, hogyha így a valóságban néznéd, akkor kb. egy ilyen fél méter átmérőjű gömböt látnál az égen. Elég ijesztő jelenség volna. Persze nem tudnád ezt csinálni, mert 120 fok van itt jelenleg a hátsorgunk. De ezen az, ha ezen az aszteroidán laknál, akkor elég szép kilátásban lenne részed, ugyanis melletted kering egy szép nagy bolygó, és akkor tudnál gyönyörködni benne. Lássuk, hogy milyen érzés gyönyörködni egy ilyen bolygóban. Jaj, de szép! Milyen jó lenne innen vizsgálni a Jupiternek a légkörében történő jelenségeket. Ez lenne, ez lenne így a látképed. Na hát ott is van egy ilyen nagy, úriás volt itt laknál ezen az aszteroidán, ilyen, ilyen élményekben lenne részed, ilyeneket látnál. Nem kicsit beszarás? Ó, nagyon szép, nagyon szép. Ja, szóval ilyen jelenségek vannak. Na, menjünk vissza a naprendszerbe, még végignézzük gyorsan a bolygókat, hogy ez milyen. Mars. Nézzük, hogy milyen, mit csinál Mars éppen. Valós időben, real time. <coughs> Íme a Mars. Welcome to a Mars. Ott van valahol a Dumnak a bázisa, és akkor itt van a Phobos, meg a Deimos nevű holdja. Amelyek közül az egyik azt hiszem bele akar csapódni, ez a Phobos, kicsit távolabb pedig a Deimos. És akkor valamiért ez úgy van, hogy így egymást gravitációsan piszkálják, és a Phobos az közeledik a bolygó felé, néhány millió év múlva becsapódik, valószínűleg az pedig távolodik. Szóval egy érdekes jelenség van. Nézzük, hogyan keringa a bolygó körül a két hold. Ezt tudják megfigyelni nagyjából a csillagászok. Nagyjából pont ezt lehet látni, tehát felfedezték a két, két holdját. Valós időbe állítom, és akkor ez van. Szóval a mars, hát az már, az már ugye a lakható zónán kívül helyezkedik el, Sajnos felszínén mínusz 50 fok van, a bolygónak már nincsen mágneses védőpajza, valószínűleg megszilárdult a bolygó magjába lévő olvat közetek tömege, miatt nincs mágneses mezeje, miatt lefújta a napszél. A légköréte miatt nagyon kicsi a nyomás, tehát kb. Század, század akkora a nyomás. Egy százaléka a Marson lévő nyomás, mint a Földön lévő nyomás. Tehát azonnal kidül lennének a kis szemeid, mint a Schwarzeneggernek abban a filmben. Szóval, ja, itt nincs légkör, emiatt nagyon hideg van, még ha lenne légkör, akkor is elég hűvös lenne rajta, mert ez már tényleg a lakható a külső peremén van, tehát itt már nagyon ritkán szokott jó idő lenni. Szóval vérszarás lesz oda költözni, úgyhogy szerintem inkább próbáljuk ezt a bolygót megmenteni, ami most vagyunk, mert az szarabb betörni. Na, térjünk át a Jupiterre. Vizsgáljuk meg a Jupitert haladunk, ez már kicsit van. Marshoz képest arra felé van a Jupiter, és nem tudom, hogy tájékozódásból bekapcsolom ezeket a vonalakat. Tehát itt voltunk eddig, és akkor most jön a, jön a Jupiter. Még az érdekes, érdekes, ez itt mi? Itt lehet, hogy asztroidákat is berajzoltak, ez mi a szar itt? Ceres. Törpebolygó, ugye elméletileg a Ceres meg az ilyen ehhez hasonló több törpebolygók miatt kellett leminősíteni a Plutót, mert ez is itt van. Ceres nevű bolygóka. Törpebolygóka. mikroterra, vagy mikrobolygók. Volt, volt még 90-es években egy elég nagy vita arról, hogy hogyan kell -e egy bolygót. Hát itt azt hiszem pont egy grafikai glitchet lehet látni, valamiért nem hajlandó betölteni a textúrája ennek a szarságnak. Hát néha szarja magát a játék is. Tehát ezt nagyon nehéz streamelni, ezt a játékot szakszerűen. Na nézzük meg a Jupitert. Rengeteg holdja is meg van csinálva, tehát igazából bármelyik Jupiter, Jupiter holdra le lehet szállni. Hát igen, teljesen elcsesződött a grafika újra kéne indítanom a játékot, úgyhogy. hogy ez egy nehéz történet. Saturnus is szétesett? Én túl reménykedek abban, hogy majd a... a... szétesett teljesen, ja. Mindegy újra kéne indítani a játékot, szóval remélem, hogy majd amikor megjelenik rendesen a játék, mert úgy szépen meg van csinálva a textúra, akkor majd optimalizálni fogják, meg javítani fogják még azért sokat. Na, még így búcsúzóul tekintsünk bele a fekete lyukba, ami a galaxis közepén van. Sagittarius A. Az a szupermasszív fekete lyuk, ami a galaxisunk közepén van. Ott, ott lehet megtalálni. Ott van a galaxisunk közepe. Nézzük, hogy a földről látszik-e. Megpróbál pillanat, megpróbálok leszállni. Megint csak Magyarországra, Magyarországról látszik, -e, de valószínűleg pont nem. Magyarországról meg tudnád-e figyelni a fekete lyukat? vagyunk, és akkor most szagitáriusz á Nem látnád. Nappali égen van. Illetve lehet, hogy látnád. Hát, hogyha látod a te jutat, most kikapcsoltam a légkört, így néz ki bekapcsolva a légkör, így kikapcsolva. <kül> hát, hogyha nagyon hegyeznéd a szemedet, akkor lehet, hogy látnád. Van esélyed látni. Olyan hajnali egy és két óra között meg tudod nézni a fekete lyukat az égen. Persze nem, nem lesz túl látványos. De mindegy, ott van a galaxisnak a közepe. Megpróbálunk felülről is rátekinteni, hogy tényleg a közepét látjuk-e ami ki van jelölve, az egy szupermasszív fekete lyuk. Tömege. Tömege az 4 millió nap tömeg, ugye? Ez 16-on az, az 4 millió. 4 és fél millió nap tömegű. És egyébként ez még egy elég aprócska szupermasszív fekete lyuk, szóval vannak milliárd nap tömegű fekete lyukak is. Nagyon beteg látványt lehet itt csinálni, ugyanis a tudósok már meg tudták nézni, a feketejük körül keringő csillagokat. Ez alapján sikerült bebizonyítani, hogy valószínűleg egy feketejük van ott, mert egy láthatatlan objektum körül bazinagy csillagok keringenek rohadt gyorsan. És akkor kiszámolgatták, hogy milyen tömegű égitesnek kell lennie. Most itt vagyunk a galaxis magjában, undorítóan sok csillag veszít körbe bennünket, szóval itt kicsit nehézkes az élet. Úgyhogy szerencsé, hogy nem itt alakultunk ki. És egyébként gondoljon bele mindenki nyugodtan, hogy ennyi csillag van, ennyi bolygó van itt körülöttünk, mekkora az esélye, hogy nincs benne élet? Tudósok egyébként azt gondolják, ezt már sokszor mondtam ilyen videókban, hogy <kül> nagyjából egy galaxison belül ilyen statisztikai számítások, melyen tippelések alapján azt gondolják a tudósok, hogy kb. 30 égitesten alakulhat ki élet, és nagyjából egy vagy kettő fejlődhet ki fejlett civilizációra az ilyen statisztikai bullshitek kapcsán ez jött ki. Úgyhogy lehet, hogy, lehet, hogy még eltart egy darabig, még megtaláljuk a szomszédokat. Nagy galaxis közepéhez érkeztünk, itt vannak ezek a durva csillagok, ezeket megfigyelték a tudósok a távcsövekben. Nézzük, hogyha felgyorsítjuk az időt, akkor látszik-e valami százezer, egy millió a sebességen kell vizsgálni. Én még közelebb kell menni, mert ez még mindig csak a... Ez még... Na, itt már lehet látni, hogy mozgolódnak. Ezt látták a tudósok távcsöveikbe tekintve. Van egy láthatatlan objektum nagyjából. Így néz ki egyébként a cucc. Van egy láthatatlan objektum, most a játék úgy van beállítva, hogy egy kicsit azért látszódik, hogy az embernek legyen esélye megtalálni, de mondjuk tegyük fel, hogy nem látszik az a középső dologot. A távcsövekben nagyon ritkán látszik, sőt nem is látszik. Gamma tartományban sugároz, tehát látható fény nem bocsájt ki. És bazi nagy csillagok mozgolódnak körülötte, és kiszámolták, hogy itt valami ronhat nagy tömegű égítésnek kell lennie, hogyha ez történik a csillagokkal. Éppként ezt évekig kellett figyelni, tehát évek alatt, talán pár, pár évtized alatt a leggyorsabban mozgó, legbelsőbb csillagoknak a mozgását sikerült feltérképezni, egy kis szeletét a pályájának, és ez alapján már lehetett ki lehetett számolni a teljes Kepler, a, vagy ki, lehet, ki lehetett számítani a teljes ellipszis pályát, a Kepler törvények alapján. Abból pedig meg lehet határozni az égitesteknek a tömegét is, a keringésből, és akkor rájöttek, hogy ez egy bazi nagy tömegű égi test itt ez a fekete lyuk ezt csinálja a csillagokkal, hogy ilyen marha nagy tömegű csillag, nézzük meg, akkor egy ilyen csillag, ami itt röpköd. Ez egy kétszer akkora tömegű csillag, mint a napunk. Ez 26-szor akkora, mint a mi napunk. Ez itt tízszer akkora, mint a napunk. Tehát ilyen marha nagy tömegű csillagokat rángat a fekete mint mint valami kis, kis lasztit Egy kötélen. jelenleg egyébként pont így, tehát tényleg így néznek, most belenéznem tárcsőbe, valószínűleg itt látnád ezeket a csillagokat, nagyon beteg. Na nézzük meg a feketejukat közelről. Hatalmas jet látható, itt van az akrécius korong, és ugye van egy ilyen érdekes jelenség, hogy a töltött részecskék, amikor bespiráloznak, akkor a pólusok mentén mágneses, ugye itt keringenek rohadtul a részecskék körbe, töltött részecskék, mert ionizálódik az anyag, felforrósodik és ionizálódik. Ennek hatására brutális mágneses mező alakul ki, ami a pólusok felé kihajtja a részecskéket a keringésből. Ez, ez, hozza létre, ezeket a jeteket. És akkor hát itt van a, itt van a fekete lyuk, hát most rajtú világít. Igazából ez nem látható tartományban világít durván, de ez van. Oda megyünk a közepéhez, akkor ott felbukkan a fekete lyuk. Oppácska. Na, nem bukkam fel, lehet, hogy a grafikai hiba miatt nem. Ja, a bágos sajnos nem tudom megmutatni szépen. Rendesen meg van csinálva, feketük és bele lehet ugrani, és akkor érdekes jelenségeket lehet látni, ha az ember visszatekint maga, maga mögé. Most sajnos beszarta a játék, úgyhogy nem tudok ezzel, ezzel elbüszkélkedni, hogy ilyen létezik. Nagyon beteg ez a játék, szóval próbáljátok ki, meg lehet vásárolni, de van ingyenes verziója is, és nagyon-nagyon jó kaland. És akkor hát persze nem csak, a, nem csak a, galaxison belül lehet utazgatni, tehát igazából nyugodtan megteheted, hogy elmész távoli galaxisokat megvizsgálni, az egész univerzum az rohadt hatalmas, tehát igazából egy galaxist vizsgálgattunk eddig az egész műsor alatt, és akkor közben pedig ekkora univerzumról beszélünk. Láthatók ilyen szálas, szálas szerkezetek, tehát ilyen, mintha itt egy vonalban lennének itt a galaxisok. A sötét anyag lehet az oka annak, hogy a galaxisok ilyen szálas, itt, itt most jól lehet látni, hogy itt egy szál, meg itt is egy szál. Valószínűleg a sötét anyag rendezte el így a galaxisokat, mindenféle speciális mozgástörvényekből levezethető okok miatt, és akkor így néz ki az univerzum, ami egyébként végtelen, tehát bármeddig csinálhatod azt, hogy elmész. És akkor ezek után kigondolhatnád azt, hogyha minden egyes ilyen kis galaxis, amit itt látunk, Pontosan ugyanolyan, mint az a galaxis, amit eddig vizsgálgattunk csomó csillaggal, akkor hogy hogy lehetne elképzelni azt, hogy nincs, nincs űrlény a világon? Szóval, ja, ez ilyen. Na hát most hirtelen így, szerintem ennyit szerettem volna mondani, vagy nagyjából ennyi, ennyi lett volna a tesztelés ennek a játéknak. Itt a Twitches környezetben most meg fogom nézni, hogy mennyire, mennyire vállalható maga a grafika, ugyanis még egyszer így emlékeztető, 3000 kB per szekundummal lehet a twitch szennyezni adatokkal. A YouTube-on pedig 10 kB per szekundummal, és ott, ott nagyjából folytonos képet lehet nyerni. Na, szóval ennyi lett volna a mai alkalomra. Remélem tetszett, és rácsodálkoztatok, hogy milyen érdekes világban élünk. Sajnálom, hogy kicsit, tönkrement a játék, és nem tudtam még érdekesebb képeket mutatni, de talán legközelebb, úgyhogy ennyi lett volna mára. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!